A heti egy hetényi mai adásában két fiatal ember mutatkozik be. Ide Szabolcs vagyok, asztalos, szabadidőmben fafaragással foglalkozom. Gyerekkorom óta szeretek fával dolgozni, szeretem a fát, mint nyersanyagot felhasználni. Fafaragással körülbelül 5 éve próbálkoztam először. Nagybátyám műhelyében találkoztam a faragással. Mindig érdekelt a fa munka. Az ott az 5 év alatt elég sok mindent faragtam. Voltak képek, szobrok, kisebb szobrok, különböző használati tárgyak. Kezdetben ezeket a tárgyakat még csak a saját magam szórakoztatására kezdtem el faragni. Aztán ahogy telt az idő, jöttek azért megrendelések is. Készítettem egy Mátyás szobrot. Aztán megfaragtam a vérszerződést. Bányászokat faragtam egy pályázat keretében. Ez a Bányász élet című képem, ami komlói bányászokat ábrázol a Zobáki bánya mélyén. Ez a Trianon Múzeum vándorkiállításán megtekinthető lesz Pécsen is. Terveink között szerepel a jövőben egy életnagyságú szobor megfaragása. Én nagyon szeretem a különböző történelmi témákat. Hát vannak olyan időszakok, amikor ami termékenyebb időszak, amikor egymás után megfaragok mondjuk 3-4 képet vagy szobrot, de van, amikor viszont nincs kedvem dolgozni, akkor mondjuk 2-3 hónapig is nem történik semmi. Ilyen pont azért szeretek faragni, mert kikapcsol teljes mértékben. Szabolcs elárulta nekünk, hogy a legjobb faragni való fák a gyümölcsfák. De ez maradjon közöttünk. Kálina Dzsombornak hívnak, és amit itt láthattok, ezek a rajzok itt körülöttem, ezek már egész gyerekkorom óta elkísértek engemet. Kisgyerekkorom óta foglalkozom rajzolással. Annak idején én még úgy kezdtem ezt az egészet, hogy nem volt számítógépem, és a saját fantáziámat rajzoltam meg. Tehát a játéknak használtam a rajzolást kezdetben, később pedig már elkezdtem komolyabb módon is foglalkozni vele. Egyetemi tanulmányomat itt fejeztem be Pécsen, és 2012-től volt egy olyan pillanat az életemben, amikor úgy éreztem, hogy nekem megint alkotnom kell. Mert ez egy olyan vágy, ami ugye így mindig benne van az emberben, időnként erősebben, időnként gyengében, és amikor meg sűrűsödik, akkor tenni kell valamit. Az első tábláimat gyakorlatilag egy ajándék készítés szándékával kezdtem el rajzolni. Újabb és újabb táblák követték. Számomra a ceruzával való alkotás az egy részletes, színgazdag, erős színekkel, de ugyanakkor viszont türelmes és aprólékos munkának a lehetőségével járó alkotás. Az egész felületet egy lakréteggel vonom be. Szeretem a fát, tehát nagyon kedvelem a fát, mint anyagot. Rájöttem, hogy nekem az igazi lehetőségem az a rajzolásban van, és hát egy adott ikletett pillanatban egyszerűen jött ez az érzés, hogy nekem rajzolnom kéne a fára. Mert hogy abban benne van mind a két lehetőség, a fával való munkálkodás is, meg a rajzolásnak az öröme. Nem csak táblákat rajzolok, hanem képeket is festek, illetve pólókat is készítek. A saját alkotói mintáimat teszem rá pólóanyagokra. Jelenlegi alkotó tevékenységem mellett vannak jövőbe mutató terveim is. Tervezem, hogy a munkáimat használható gyakorlati felületek kialakítom át. Például a fatábláimat butorba építem,
és ezáltal használati eszköz lehetőségét is jelentheti, amellett, hogy a képzőművészeti értékét nem veszti el. Elkezdjek végre önmagam is fa készítményeket előállítani, konkrétan fa dobozokat, ládákat, kisebb fa építményeket szeretnék létrehozni, amelyekbe beépítem majd a magam alkotásait.